reggelt kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat a kedves szurkolókat, akik eljöttek erre az eseményre, a sajtó munkatársait és mindenki, aki azon dolgozik, hogy sikeres legyen 2017-ben a 17. vizes világbajnokság. Igen, 2017 és a 17. vizes világbajnokság. Úgyhogy a visszaszámláló óra ennek a számnak a számmisztikai műveletében indul majd el, hiszen 117 nap, 11 óra, 7 perc, 17 másodperccel a világbajnokság kezdete előtt fogjuk elindítani ezt az órát. Nyilván vannak olyan matematikus hajlamú újságíró kollégák és nézők is, akik majd rá fognak jönni, hogy időközben óraátállítás is van, de erre is gondoltunk, tehát pillanatilag ez a 117 nap, 11 óra, 7 perc, 17 másodperc helyén álló, és aztán természetesen majd vissza fog állni az óra. Mindaz, amit itt most felavatunk és elindítunk, az nem egészen egyszerűen csak egy installáció, és nem egyszerűen csak egy visszaszámláló óra, hanem tulajdonképpen ez sokféle lehetőséget nyújt majd azoknak, akik ide ellátogatnak. Ez többek között arra is szükség van, hogy ki letöltse a világbajnokság hivatalos applikációját, amelyel például megismerkedhetnek a helyszínekkel, hiszen ez az egész installáció nyitva áll, majd a kordonokat elmondjuk és bárki ideje kipróbálhatja. Tehát például itt megnézheti majd a különféle helyszíneket, a világbajnokság különféle helyszíneit. De van mögöttem egy nagyon érdekes monitor is, amely 17 nap, kevesebb mint 4 hónap és hazánk a FINA vizes világbajnokság házigazdája lesz. Büszkén mondhatom, hogy készen állunk rá, hiszen folynak a szervezési munkálatok, az önkéntesek felkészítése. Felépült a Duna Arena úszoda komplexum és teljes koncentrációval készülnek sportolóink is, hiszen nincs annál felemelő érzés, mint ér el bennünket egészen július 14-ig megnyitó ünnepséghez, amikortól az emberek úgy szurkolhatnak hazánk legkiválóbb és legtehetségesebb sportolóinak, az úszóknak, a vízilabdásoknak, műugróknak és a szinkronúszóknak egyaránt. Addig is sikeres felkészülést kívánok a sportolóknak, szervezőknek, önkénteseknek. Köszönjük, hogy egyként mutathatjuk meg a világnak, hazánk, így az országunkat és a tehetségünket. Számoljunk hát vissza napokat, órákat, perceket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szavait, és most megkérem Szabó Évát, a Budapest 2017 non-profit Kft. Ügyvezető igazgatóját. Szántó Éva, bocsánat, elnézést kérek, Szántó Éva. Tisztelt államtitkár asszony, kedves olimpiai bajnokunk, kedves megjelent sportolók, kedves vendégeink, kedves megjelentek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a 17. FINA világbajnokság visszaszámláló órájának leleplezésén. Igen, már csak 117 nap van hátra Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményének kezdetéig. A világ harmadik legnagyobb sporteseményét, a vizes világbajnokságot a becsült adatok szerint közel 6 milliárd tévénéző követheti, élőben pedig több tízezer, összességében több százezer nézőnek jelent majd. Izgalmas, a VB különleges helyszíneinek hála, igen látványos programok. A világbajnokság esetén... Jó reggelt mindenkinek! Majd legalább kicsit a nap, most már elég hideg van. Igen, sokan kérdezik, hogy akkor mikor kezdődött igazából a VB felkészülésem, és én mindig azt mondom, hogy kb. 23 éve. Mert tulajdonképpen tényleg amióta elkezdtem úszni, ugye mi arra készülünk, hogy eljussunk egy olyan szintre, amikor tényleg már a világbajnokságon, a világbajnoki dobogóért küzdhetünk. Úgyhogy nagyon régóta készülök erre az eseményre, és nekem nagyon jókor jött az, hogy Budapesten van a világbajnokság. Én megmondom őszintén, azért Rio után, az olimpia után egy kicsit nagyon nehéz volt motivációt szerezni, pont azért, mert tényleg sikerült elérnem végre azt, amiért mindig is küzdöttem, és majdnem tényleg mindent ki tudtam pipálni a pályafutásom során. Viszont az, hogy itthon van a világbajnokság, az nekem majdnem olyan érzés, mint hogyha lenne még egy olimpia. Gondolom a sportpszichológusok szívesen beszélgetnek például veled arról, hogy ugye nem csak úszni kell, hanem vannak bizonyos lelki terhek. Nyilván lelki terher volt az olimpia, azt mi tudjuk, ügyesen kezelted. Tehát itt van egy világban. Szurkolhassunk. Már csak nagyon kevés van hátra, hogy eltérve egy ilyen nagy leleplezésben gondolkoztunk. A hölgyeket megkérem, hogy hát igen, a fotósok felé nézzenek, az egy sokkal jobb volna. Tehát ugye egy ilyen nagy lepelben gondolkoztunk, de a szél az a nagy leplet mindig elfújta, úgyhogy egész egyszerűen el fog indulni 117 nap, 11 óra 7 perc, 17 másodperccel a világbajnokság július 14-én ilyen este 21 órakor kezdődik majd, ahogy mondotta, közben óra átállítás is lesz, úgyhogy pillanatokon belül el fog, egész egyszerűen megjelenik majd ott fönt azon a felső sávon az óra a visszaszámlálás, és a fotós kollégáknak résen kell lenni, most másodpercre pontosan kell majd exponálni, és aztán, hogyha ez megtörtént, akkor megnyitjuk a kordonokat. Néhány másodperc van még hátra a visszaszámlálásból, izgatottan figyelem én is a kollégákat, hogy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rajta, és így elindult a visszaszámláló óra, tehát 117 nap, 11 óra, 7 perc, és most már egyre kevesebb másodperc van hátra. Hát a hölgyektől kérek egy csodálatos széles mosolyt, hogyha a kollégák még szeretnének fotográfiát készíteni. Köszönet ezért az installációért az Antenna Hungáriának és a Szenzomédiának, akik közreműködtek abban, hogy ez megvalósulhasson. És ez mostantól kezdve itt szépen fog járni egészen július 14-e estéig. Köszönöm szépen a hölgyeknek, gombolják be a kabátot a hölgyek, hogy mennyire fázzanak. És Katinkát arra szeretném kérni, mindjárt adunk egy tabletet. Említettem, hogy van a világbajnokságnak egy hivatalos applikációja, amit természetesen bárki letölthet telefonra, mindenféle okos eszközökre, és hogyha ezt az applikációt elindítjuk, ugye ezzel lehet selfie-t is készíteni, meg minden télét, azt hiszem, hogy ezt kell megnyomni, akkor hogyha ide tartod a köröcskék fölé, azt nem tudod, hogy visszafelé is olvassa a köröcske, meg mivel félig nem is látom pontosan, hogy mi van kiírva, de akkor itt van neked ez az applikáció, igen. Igen, hogyha ide, ha kör fölé tartod, akkor, vagy így esetleg, igen. Igen, és mit látsz? 3D-s képet a parlamentről, tehát így körbe tudjuk járni, hogy hogy néz ki. Igen. Nézzük meg azt, hogy a Széchenyi látszik, vagy még egyszer Balatonfüredet, nézzük meg Balatonfüredet, jó? Nagyon gyönyörű különben. De